Sziasztok, sziasztok, köszöntök mindenkit, nagy szeretettel, Robert vagyok, egy újabb Jugol videóval érkeztem, és most jelen pillanatban a fórummal kapcsolatban szeretnék beszélni nektek, hogy is tudjuk segíteni egymást, és mire is figyeljünk oda, hogy minden a legjobban működjön, és mindenki a legtöbb pontot tudja begyűjteni a fórumról. Nos, hát a lényege az ugye, hogy magyarok vagyunk, és én ezt nagyban támogatom, hogy magyarok tartsunk össze és segítsük egymást, hogy mindenki keressen, mindenkinek a lehető legtöbb lájkja legyen. Én tisztességesen lájkolok naponta, akire feliratkozok, azt lájkolom, és hát nagyon ritka, amikor elcsúszok egy-két órát munka vagy sürgős dolgok miatt, de napra készen szoktam lájkolni. És például van az, hogy sokan lájkolnak engemet is, és én nem tudok róla, nem szereztem tudomást, és én azokat nem lájkolom, nem vagyok feliratkozva rá. Fordított is a helyzet, mit tudom, én lájkolok nagyon sok szemét, ő nem tud róla, és ő nem tud viszont lájkolni. Ezért azt találtam ki, hogy a Google üzenetbe valamilyen formába juttassuk el a személyeknek, adjunk tudomást, hogy igenis te lájkolsz naponta, fel vagy iratkozva, és tisztességes vagy, és hogy tudja ő is viszonozni, és szerintem így rendjén lenne. Mindenki legyen tisztességes, segíts egymást, ne csak azt nézze, hogy nekem milyen sok lájkom van, és a másikot én leszarom, nem érdekel. Tényleg, ha te kapsz, adjál is, így tisztességes, mindenki szeretne keresni vele. Nos, én bemutatom az én technikámat, és meg is mutatom, milyen formába fogok én lájkolni. Na például, örökén azokat lájkolom, akik itt az abosz fülné vannak, akikre én fel vagyok iratkozva. Tehát, aki engem lájkol, nyugodtan írjon rám, hogy igenis én lájkollak téged, iratkozz fel és lájkoljál vissza. Na, örök itt váltogatni szoktam, mert Vohe ugye egy hétre előre látod, visszamenőleg látod a képeket, akkor van a hajte. Örök én a Vohe és a Monat között szoktam ingadozni, hogy lássam a képeket. Nos, Marek Pétert már lájkoltam, ugye már régi kép. Nos, van Kálmán Szabó, én itt lájkolok, és akkor megyek itt lefelé végig, és akkor rá tudtok írni, fel tudtok iratkozni az emberekre. Én mindenkit sorra-sorra szoktam lájkolni, úgy tisztességes. Na például, itt van Tibor Nagy, megnyitom az ő profilját, és küldök egy ilyen emlékeztető videót, vagy tájékoztató videót, nem tudom, hogy lájkol-e, ezért jó, meg tudom nézni, de most végig kell görgetni 130 lájkot, lájkoló szemét ott a szemnél. Hát fel vagyok iratkozva, és akkor elküldöm ezt az üzenetet, amit kitaláltam, hogy szép napot, magyarok vagyunk, tartsunk össze, segítsük egymást. Én fel vagyok iratkozva, és lájkolok naponta, tisztességesen. Abból a célból írtam ezt az üzenetet, hogy mindkét fél része legyen meg a viszonzás, mert lehet, hogy egyik fél segíti másikat, és ő nem is tud róla, és így tudomást szerezhet, és viszonozhatja. Szerintem jó lenne jelezzük ezt valamilyen formában azok felé, akiket naponta lájkolunk. Kérek, jelezz vissza, és köszönöm szépen. Nos, hát ez lett volna az üzenet, és ti is alkalmazzatok valami hasonló üzenetet, akiket lájkoltok, hogy jusson el mindenkihez. Tényleg, aki tisztességes, segíti a másikat, őszintén segítőkészen csinálja, az tényleg lájkoljon.
és iratkozzon fel a másikra. Jaj, még a másik kérdés az, hogy ti külföldieket szoktatok lájkolni? Hát üzenetben én nagyon sokat kapok oroszoktól, ukránoktól, üzenetet integetnek, abo plusz like, és vissza is ír, hogy lájkol. Nagyon jó. Szuper. És akkor lássák, kaptok viszontlátást, hogy igenis lájkol az illető. Mert kaptok olyat, hogy na, köszönöm szépen, hogy lájkolsz, eddig én nem tudtam, te mai naptól lájkolni foglak, és akkor gyűlnek a lájkok is, akit lájkolsz, vissza is kapod. Nos, kb. Ennyi. Ezeket már lájkoltam az előbb. Hát valamilyen formában segítsük egymást, és ez lett volna a videó lényege, hiszen a legnagyobb bevétel most jelen pillanatban a lájkokból jön. Ugye most miből tudsz keresni? Lájkok, hirdetések beszedése, és hát kb. Ennyi. Ja, és a token lekötés, aki kötött le Jugal pontokat a Jugal Coin oldalon, a napi kamat jön abból, és 33 nap múlva tokenekkel lehet kereskedni április 1-től. Hát nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, és arra is, hogy milyen formában fog ez zajlani, és mennyire lesz sikeres. Hát én azt tervezem, hogy eladok pár tokent, ugye most 1 centet ér egy token, ezt olcsóbban kell adni, hogy megvásárolják, és a másiknak is megérje. Mit tudom én eladom 70 cent, 0,7 centért, és másik megveszi, és továbbadja 0,8 centért. Nekem mindegy. Nyer rajta, én is nyerek, ugye, mert kezdetben olcsón vettük meg. Tehát ez lesz a lényegem. A tokeneknek tudok kereskedni vele, akinek sürgősen kell a pénz, olcsóban eladja, aki meg befektet, az ugye megveszi, és akár ugye, ha eléri majd az 1 eurót, mit tudom én, 1-2 év múlva, akkor több pénze lesz. No, a tokenekről később várjuk ki a végét, a kereskedést. Most a lájkokra koncentráljunk és segítsük egymást. Keressetek meg nyugodtan a Facebookon is, és írjatok nyugodtan a Jugal chaten is, hogy igenis én lájkollak téged, és szerez tudomást, hogy igenis lájkollak, és lájkolj vissza, és iratkozz fel. Köszönöm szépen a figyelmet! Robert voltam, és akkor lájkoljunk ezerre. Sziasztok!